Nagyon-nagyon jó visszhangja volt a nemzetközi sajtóban, és a kritikusok csodákat meséltek erről. Talán a legfontosabb a Frankfurter Allgemeine Zeitung, mint egy etalont, vagy egy standard CD-t mutatta be. Ezt a CD-t ráadásul úgy, hogy a Kavakosznak az összes Beethoven szonátájával egy időben jelentünk meg, és azzal kvázi összehasonlításban. Nyilván az a kérdés, hogy mi lehet a titok? Mi az, amit ti Beethoven szonátáiban eljátszottatok, amitől mindenki azt érezte, hogy ez teljesen egyéni hang? Én azt gondolom, hogy a mai világban éppen az tud nagyon egyedi lenni, hogyha valaki erre nem törekszik.